A legjobb humor a Twitteren van. Kislányom, megmondtam neked, hogy az ilyeket ne írd ki az internetre, mert nagyon rossz dolgok történhetnek veled. Szevasztok srácok, cső mindenkinek, hello, meg pacsi, meg a hitvány habtestű, habtestű sereg, csókolom, jó estét, szevasz. A mai videóban egy elég érdekes témával fogunk ma foglalkozni, mert már egy jó ideje érdekel engem, mert tudjátok jól, van rengeteg, de rengeteg tényleg közösségi média platform, ki minek nevezi. Ott van például Facebook, Instagram, Twitter. Hát igen, a Twitter. Most arról lesz mai téma, szóló témája, a téma szóló. Na jó, azt ne is menjünk ebbe bele. Szóval a Twitter. Ez egy olyan platform, ahol kiteheted bánatodat, kiteheted bármidet, kiteheted bármilyen posztodat, ugyanúgy, mint bármilyen más platformon. Csak lehet senkit nem fog érdekelni, de mégis megkapod ezeket. Vajon miért? Úgyhogy most elkalózolok benneteket ebben csodálatos ajánlásokba, amiket én kapok. Így heti rendszerességgel általában, legalább egyet. Olyan ajánlásokat kapok a Twittertől, olyan felhasználókról, ami abszolút nem az én érdeklődési köröm, de viszont mégis úgy gondolja a Twitter, hogy ez engem érdekelni fog. Közben, meg dehogy. Úgyhogy gyere velem, ha nézzünk be! Elsőnek robbanszok be itt az internet. Magyar vagyok, soha nem térdelek, kivéve, hogyha a haverom faszát. Fürdős emojik. Megmossuk, mert olyan emojik vannak ottan, hogy ilyen kis fürdős dolgok. Nyilván nem erre kell gondolni, vagyis a költő nem is erre gondolt, meg is erre gondoltatok, tuti. Csak érted. Úgyhogy... Ez amúgy lehet erős kezdés volt, lehet, bocsi. De, ezt mikor megkaptam így, a kis üzenőfalon, mondom, mi? Így álltam én is hozzá, ilyen buta fejet vágtam, mint ahogy ti is vághattok mostan. De lesz ennél durvább. Úgyhogy haladjunk tovább. Fasz. Mindenkinek van egy vágyálma. Mindenkinek lehet apróság, nagyobb dolog. Jó lenne egy lakás, jó lenne egy autó, jó lenne ez meg az. De vannak az ilyen kis apró dolgok is, amikért csak ezt ki kell tenni. Egy ilyen üzenet. Csajként mondom. Mondjuk lehet fiúként is megkapod, de... Amán... saját dolgod. Meg ez se abú, se senkit se érdekelt. Itt a hölgyemény most ezt szeretné, úgyhogy ha van egy valaki bármilyen jelenkező, az... jó, csak vicc volt, jó? Haladjunk szerintem tovább, mert itt már kiborítóak ezek a dolgok egyébként. Megújjaztak az ösztönsón. Ezzel egyik... hát probléma van vele, de nem akkora, ha... egy csaj írta volna ki. Viszont... ha szemügyre vesszük a nevet, akkor... nem tudom, milyen csajt hívnak Bencének, de... a szüleid egy kicsit... eltértek itt a névválasztáskor. És amúgy... igen, itt... nagyba felmerült egy pár... emberkének is itten... hogy... ő viszont nem is nő. És akkor hogy? Hát figyelj! Hátulrunnan a húzó tágítás. Ki mit szeret? Tudjátok jól? Mondtam srácok. Itt durva dolgok lesznek ebbe a videóba, úgyhogy csak 16 plusz, jó? Oké? Bebasztam ismét. Kislányom,
Megmondtam neked, hogy az ilyeket ne írd ki az internetre, mert nagyon rossz dolgok történhetnek veled. Gyere haza, gyere, megmondlak apádnak. Nem, hogy honnén tudod, mi az, hogy honnén tudod? Gyuriska néni mondta itten, hogy ő is fent volt az interneten, és látta az ilyen így kiírásodat. Úgyhogy gyere hazafele, mert úgy el leszel náspánkolva, apád úgy el fog, egy hét büntit fogsz kapni. Értetted? Mi az, hogy be voltál baszva ismét? Mi az, hogy be voltál baszva? Nem szégyeled magad, és még ki is írod az internetre? De csak gyere haza, nem érdekel, hogy hánysz, nem érdekel, gyere hazafele. Az Isten kóját ennek a jánynak. Hát igen, amúgy itt a kommentelőknek is, hogy amúgy kit érdekel? Kit érdekel, hogy te most addig itt adod magad, hogy itt fetrenget valamelyik árok szélén? Kit érdekel? Vessél magadra! Minek hiszik az, aki nem bírja? Ezt mindig mondom nektek stream. Ne igyatok annyi tevehúgylevet, ha nem bírjátok. Tudjátok jól. A tevehúgylé egészséges, minimális szinten. Aki követ Twitch-et, az érti úgyis ezt. Aki meg nem, az majd meg fogja érteni. Menjünk tovább, jó? Ezek előttem közösülnek a buszon. Azt mi van? Irigykedsz, hogy ők megteszik, te meg nem? Ne irigykedjél, mert nem szabad irigykedni. Tudjátok jól, mi történik az irigy emberekkel. Elsárgulnak. Vagy nem? Jó, megyünk tovább, milyen hülye beszólásokat, bocs. Bocs. Gyere át. Hova kell menni? Mondja gyorsan, internet legyen, és tettem egy kis uzsonnát magamnak az útra való, majd messengeren küldjed elfele a hely meghatározót, hogy tanáljak oda. De nincs internet. Ott bajok lesznek. Ott vagyok azonnal. Fú, el nem tudjátok képzelni, hogy mekkora nagy orbitális nagy baromság lesz ebből a videóból, de remélem tetszeni fog. Úgyhogy menjünk tovább, mert van itt még. Megyek kurvának szerintem. Tudjátok jól, van, aki az építőiparban helyezkedik el mérnöknek, annak szeretne tanulni, vagy a hangom is elment. Van, aki mérnök szeretne lenni, feltaláló, van, aki sima gyári munkás, mondjuk aznak nem szeretne sok mindenki lenni, de mégis az. Van, aki meg ezt az opciót válassza, váljon egészségére, ezt tudom mondani, de itt a legjobban, amit nevettem, az a legjobb kommentelő, ami top kommentet is viheti, és meg is nyerte ezzel az internetet. Nem fog feltűni senkinek, ha a sok között egyel több lesz. Úgyhogy milyen igaza van amúgy? Milyen igaza van? Hatalmas igazságot mondott. Haladjunk tovább. Lássátok, el is megy a hangom itten videó végére. Második Tali most már igazán meghúzhatnál, mert ez így hihetetlen. Nem tudom, hogy... Tehát... Tudjátok, raddisztok itt nagy... Nagy első, másik talin vagytok. És... Itt... Fiúként... De már az első alkalommal lehet meg akarnát húzni. De hogy amikor már csaj azt akarja, és már másik alkalommal se történt meg az esemény... Na, az... gáz. Milyen alacsony vagy? A lelki világomban most... mély nyomot hagyott. De még nincs vég. Még térdelve is le kín hajolnom, ha le akarnálak szopni. Anya! Apa! Nagyon kicsi vagyok! De van rá megoldás! Feltalálták a létrát. És milyen okos ember volt az, aki feltalálta a létrát? Látod, 200 IQ-val kell dolgozni.
Lehetsz apró, lehetsz magas. Apró. Legyen nálad létre, kis szép. Probléma megoldása megvan oldva. Mondjuk ez a mondat elég hülyén jött ki. De ezzel ne foglalkozzál mostan. Hú, srácok, hát ti kis hitvágyhab testvérek, nem is tudom már, hogy mondjam ezt nektek. Elég... félbe csináltam ezt a videót most nektek, mert nem tudom, mennyire fog tetszeni ez a fajta tartalom, de ha tetszik, akkor lájkoljad, ha nem tetszik, akkor diszlájkoljad. És jövő héten tartsál velem az ehhez hasonló tartalmakért, mert tudjátok jól, ha nem is tudjátok jól, akkor is tartsál velem. Na cső, szevasztok, legyen szép napotok, kellemes hétvégétek. Most megállítottam volna a felvételt, csak elnéztem, úgyhogy most ezt újra fogjuk venni. Úgyhogy kösz szépen, hogy itt voltatok velem, legyetek jók, és kellemes napot, kellemes hétvégét, és ezt hasonló jóságos dolgot csináljatok. Vasárnap találkozunk streamben. A csókolom, hello, hello, hello.